Sziasztok, kedves barátaim! Elromlott az időjárás, nem baj? Vasárnap lesz Pandavai Kádasi, amelyekről korábban csináltam egy kis videót. Vannak kérdések ezzel kapcsolatban, és most válaszolok. Kérdések arról szólnak, hogy mit lehet enni Pandavai Kádasin. Írni szoktatok, hogy lehet enni dinnyét, vagy gyümölcsöt, és így tovább. Egyszerűen válaszolok. Lényeg az, hogy ne kerüljön kórházba Kádasi után a rehabilitációra, hogy annyira bőtöltem, száraz bőtöt tartottam, hogy most nekem kórházba kell feküdni, és nagyon rosszul vagyok. Szóval ez ne legyen. Ezért. Mivel sokan vagytok, akik most kezdtétek, és már párszor tartatok, vagy lehet, hogy most megint valaki először lesz, új ember, aki most tartani fog Pandavai Kádasit, és csak nem eszik hüvelyeseket és gabonát, ez már nagyon jó, zseniális, és legjobb rendkívüli eredményt fogtok kapni. Tökéletes. Azoknak pedig, akik szeretnének még mélyíteni, több eredményt kapni, azoknak is, akik bírják fizikailag, meg a elmével, azok számára lehet tartani száraz Pandavai Kádasit. Ugye a száraz Kádasi, mindegyiket a Kádasit lehet szárazon tartani, de mostani vasárnapi Kádasi abban különleges, hogyha valaki év folyamán nem tudta betartani valamelyik Kádasi napját, nem bőtölt, nevet gabonát, mert nem tudta róla, vagy más okok miatt. Ezért, hogyha mai napon valaki, vagy mai napon ez a vasárnap fog betartani szárazot, akkor ez bepótolja a többi kádasi napokat, amit nem tartottunk be. Arról van szó. Viszont aki szeretne, megint mondom, jó eredményt kapni, lelki erős eredményt, akkor azok számára lehet tartani szárazon. De legyitek óvatosak. Szóval szárazon tartsunk, ha valaki nem tudja, akkor igyon vizet. Valakinek még kevés ez is, akkor egyen gyümölcsöt, nem probléma. Valaki megint csak hüvelyeseket és gabonát nem eszik, az is nagyon jó, mert minden kis lépés számít, és Isten nagyon lelkes és elfogad. Persze ez a minimum, és a szárazbőt ez a maximum. Mindenki mérje fel saját képességet, testnek a állapotát, és ez szerint próbáljátok bőtölni. Jó? Picit nehéz, nem baj, de ne legyen kórház. Köszönöm szépen, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljatok a videót, majd találkozunk. Köszönöm még egyszer, Hare Krishna!